A Mi Hazánk mozgalom 6 képviselői mandátumot szerzett az április 3-i választáson. Így a lista 3. helyén lévő Apáti István is bekerült az új országgyűlésbe. A politikus azt mondta műsorunkban, következetesen kampányoltak tavasszal, míg az egységesen induló ellenzék, köztük leginkább a Jobbik, hibát hibára halmozott. Ez a párt, a Jobbik a politikai nem átalakító műtétbe belehalt. Ott elvérzett a műtőasztalon. És az is látható, hogy a balliberálisok nagyon elmérték az egész összefogást, hiszen bebizonyosodott, hogy a politikában az 1:1 az nem biztos, hogy 2, jelen esetben az 1:1 az 0,5 lett. Mi ugyanazt mondtuk, következetesen, hitelesen, mint amit mondjuk 10 vagy 12 évvel ezelőtt, lehet, hogy már finomabban, vagy kulturáltabban, vagy mások által is jobban emészhetően, de lényegét tekintve ugyanazt, és szerintem nagyon jól reagáltunk a kor kihívásaira, akár a világháborút helyettesítő világjárványra, a Covidra, akár a kötelező oltás témakörére, és megítélésem szerint nagyon jól kommunikáltuk az orosz-ukrán, pontosabban az ukrán területen zajló orosz-amerikai háborúval kapcsolatos álláspontot, a balliberálisok pedig hibát hibára halmoztak. Az egyik legismertebb mezőgazdasági termék a megyében az alma. A politikus szerint a járvány és a háború bebizonyította, hogy nem szabad külföldiek kezébe adni a hazai élelmiszeripart, mert annak stratégiai jelentősége van krízis idején. Ha külföldik, ha multik kezében van az élelmiszeriparunk, az élelmiszerkereskedelmünk, a feldolgozóiparunk, illetőleg a Magyarországon, a magyar földön, akár a kiváló Szabolcs megyei földeken megtermelt javakat, alapanyagokat kiviszik külföldre, ott feldolgozzák, a javát ott hagyják a nyugat-európaiaknak, a silány minőségű, sokszor rákkeltő adalékanyagokkal rendelkező feldolgozott terméket visszahozzák, eladják a magyaroknak, hogy nekünk az is jó, és ugye nem tudunk ellene tiltakozni, meg védekezni, akkor feladtuk a nemzeti önrendelkezésünket, és ez ilyen világjárvánnyal és háborúval sújtott időkben fokozott nemzetbiztonsági kockázatot jelent, épp ezért szerepel a Mi Hazánk mozgalom víradat programjában kulcs fontossággal, kiemelt jelentőséggel a hazai feldolgozóiparnak a feltámasztása, ami azt jelenteni, hogy részben állami, részben magán tulajdonban több száz, akár 700 olyan részben réspiaci feldolgozó üzemet hozzunk létre, amely a helyi gazdák által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, vagy éppen az állattartás során tenyésztett vagy tartott állatokat helyben dolgozza fel. A megy miatt is országos hírű a térség. Apáti István szerint nem csak a családi gazdaságokat kell támogatni, hanem újra meg kell tanítani az embereket a háztáji kertművelésre, amely kiszámítható, egészséges és biztonságos élelmiszer tud előállítani a családok számára.